Ma egy nagyon fontos témáról kell, hogy beszéljünk. Azokról a növényekről, amik bekerülnek a kertünkbe, azok milyen minőségűek, és milyen területről kerültek be, és mit hoznak magával. Hogy mutatkozzon be, Tóth Zoltán vagyok a Csodasövénytől. A növény származása, származási helye az egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hiszen amikor mi bevisszük a növényt a kertünkbe, akkor tulajdonképpen vele behozhatunk valami kórokozót is, valami betegséget is. Ezt akár a növénnyel meg tudjuk tenni, akár a rajta lévő földmaradvánnyal. Nagyon fontos, hogyha vásárolunk bármiféle növényeket, és ez pontosan a sövénytelepítés kapcsán egy nagyon fontos kérdés, hiszen itt általában nem egy-két-három növényről beszélünk, hanem sokszor 10-20-100 vagy akár 500 tőről is. Ezzel elég sok földmaradvány is érkezik. Ezért okvetlenül ügyeljünk arra, hogy az a növény, ami bekerül, az ellenőrzött minőségű, ellenőrzött helyről történjen. Magyarországon ez a dolog tulajdonképpen rendben van téve, kivéve az, ha fekete helyekről vásárolunk, és bármilyen jóindulatúak vagyunk, belecsúszhatunk, mert hogy nem ismerjük a rendszert alapvetően. Ami nagyon fontos, hogy van egy hatóság, a NÉBIH, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Lánchivatala. Itt felügyelőségek vannak, vannak csemete felügyelőségek, vannak dísznövény felügyelőségek, akiknek az a feladata, hogy mind a termelőhelyekre, mind pedig az értékesítési, kereskedelmi helyekre bizonyos rendszerességgel eljárjanak, ott szemlézzenek, és a szemléről szemlejegyzőkönyvet kell, hogy kiállítsanak, hogy a meglévő állomány megfelele azoknak a minőségi előírásoknak és növényegészségügyi előírásoknak, amelynek a betartása nagyon fontos az egész Európában, az Unió tekintetében pedig különösen. Nyilván, ha ilyen helyekről vásárolunk, akik ezekkel rendelkeznek, ott nem lesz probléma. De hogyan tudjuk, hogy ők ezekkel rendelkeznek-e? Az első és a legfontosabb, hogy hatósági engedélyekkel kell rendelkezni, tehát kell rendelkezniük egy hatósági számmal, kell rendelkezniük egy egészségügyi, biztonsági számmal. Ez mindig úgy történik, hogy a hatóságok megjelennek, elvégzik a megfelelő szemléket, és azt követően adják ki ezeket az engedélyeket. A másik fontos dolog, hogy a növények útját azt le lehet követni. Azoknak a növényeknek az útját lehet lekövetni, amelyek ellenőrzött körülmények között termeltek. Ez úgy működik, hogy minden egyes alkalommal akár kérhetünk úgynevezett növényútlevelet. Ez hasonló, mint a szokásos útlevél. Jól lehet látni benne, hogy merre jár a növény, vagy merre járt a növény. De leginkább nem ezt, hanem ha például kereskedőnél kérjük a növényútlevelet, akkor le lehet követni, hogy ki volt a termelő, milyen növényegészségügyi hatósági engedélyekkel rendelkezett, illetve hogy kik, mikor és hány ízben szemlézték azt a táblát, azt a növénycsoportot, amelyből mi vásároltunk. Azért ez elég nagy biztonságot jelent mindenképpen. Sajnos léteznek olyan előállító helyek, akik ezeket a szabályokat nem tartják be, őket nem szemlézik, nem ellenőrzik, és így ellenőrizetlenül is kereskedelmi forgalomba kerülnek vagy kerülhetnek növények. Ez különösen ott okozhat nagyon problémát, ha mondjuk gyümölcsfákat vásárolunk, gyümölcstermések lesznek, és akkor az a minőség már messze nem az, aminek lenni kell. De a legnagyobb probléma a dísznövények esetén, illetve a csemeték esetén, ha olyan talajokból kerül be a mi talajunkba, amely valamivel fertőzött volt, behurcolunk valami olyan szörnyűséget, amit azt követően csak nagy nehézségek árán fogunk tudni kipusztítani. Ezért mindenkinek azt ajánlom, hogy ha bárhol vásárol növényt, győződjön meg arról, hogy ha termelő, akkor a termeléshez szükséges okmányolással, engedélyekkel, szemlékkel, szemlejegyzőkönyvekkel rendelkezik-e. A kereskedőről beszélünk, ott szintén ellenőrizni, hogy rendelkezik-e kereskedelmi engedéllyel, tehát hatósági kereskedelmi engedéllyel, rendelkezik-e növényegészségügyi engedéllyel. Ez nagyon egyszerű egyébként, a növényegészségügyi engedély számát meg kell kérni.
Legjobb talán az, ha mindezt a számláján, az általa kiadott okmányon is feltünteti, mert akkor mindenképpen biztonságban érezhetjük a saját kertünket, hiszen olyan helyről hoztuk be a növényt, amely biztonságos. Én ezekből az okmányokból fogok feltölteni ide a csoportba, hogy minnyáján lássátok, hogy hogy néz ki egy engedély, hogy néz ki egy növényegészségügyi engedély, hogy néz ki egy növényútlevél, hogy néznek ki az egyéb kísérő okmányok. Ha ezeket elkéritek, akkor akár a kereskedő is, akár a termelő is ezeket köteles kiadni, mert nektek meg kell győződni mindenképpen arról, hogy azok a növények, amelyeket megvásároltok, azok teljes mértékben megfelelnek az Európai Uniós elvárásoknak, és bátran betehetitek a kertetekbe. Ezeket az okmányokat én ide be fogom tenni, be fogom csatolni. Figyeljetek a vásárlásra mindenütt, hogy nehogy belefussatok, mert az elmúlt 15 évben ugyan nem sokszor, de körülbelül egy olyan 30-35 alkalommal találkoztunk olyannal, aki panaszkodott, hogy valami nagy baj van a kertjében, és mire a mélyére ástunk a dolognak, kiderült, hogy bizony egy talajfertőzés. Nem lehetett pontosan kitalálni, vagy megtudni, hogy mivel is hurcolta be, de behurcolta, és az, hogy a talajunkat egy közepes kerten a teljes talajt áttalajfertőtlenítsük, hát nem egy egyszerű feladat, és nem is inkább, hogy az egyszerűsége, hanem rendkívül költséges. Ennek jobb az elejét venni, és minőségi helyről származó növényeket telepítsünk. Nagyon fontos az is, hogy kérjünk rá garanciát, igenis a növényekre is lehet garanciát adni, és garantálják azt is, hogy a vele behurcolt talaj semmilyen fertőzést nem tartalmaz, illetve maga a növény is olyan, amely meg kell, hogy feleljen azoknak az előírásoknak, amit az Unió támaszt. Erre figyeljetek oda! Sok sikert!